Napközben a Kossuth Rádióban Banner Gézával. Napközben tehát önökkel, önökért. És most akkor egy olyan rovat, amit megszokhattak, hiszen rendszeresen jelenségben hazánkban 6-800 ezerre tehető az úgynevezett ritka betegséggel élők száma. A tünetek sokfélék, ezért is nagyon nehéz a diagnózis felállítása. A betegségek nagy része örökletes, az esetek több mint fele gyermekeket érint. Kérdés, hogy mely betegségek számítanak ritkának, mi is az a ritka betegség, miként ismerhetők fel a kórképek, és hol kaphatnak megfelelő segítséget az érintettek, Körmönci Zsuzsa kérdezett. Ez a laboratóriumnak egy része, itt a kromoszomális vizsgálatok, a citogenetikai vizsgálatok történnek, amiket leggyakrabban vérből csinálunk, illetve ritka esetekben bőrbiopszia vagy más módon nyert szervekből, szövetekből is szoktunk kromoszomavizsgálatot végezni. A laboratóriumot mutatja a Pécsi Orvosi Genetikai Intézetben dr. Hadzsi F. Kinga intézetvezető helyettes. A korszerű vizsgálati módszerek a ritka betegségek felismerésében is segítenek. A mai napon láttunk neurofibromatózisos beteget, kromoszomális rendellenességet diagnosztizáltunk gyerekeknél, és ezeknek a leletátadása történt. Aztán a halláskárosodásnak a ritka genetikai formája szintén előfordult a mai napon. Ezen kívül különböző összetett rendellenességek, amik a rendellenességek alapján tudjuk egy meghatározott csoportba sorolni, és a pontos diagnózist megmondani. A genetikai tanácsadókban vizsgált betegek gyakorlatilag mind ebbe a csoportba tartoznak, a ritka betegek csoportjába. Ezek minden esetben az 1-2000-nél ritkább betegségeket jelentik. Hogyan jutnak önökhöz a betegek vizsgálatra? Napjaink gyakorlata alapján leginkább a beküldő kollégák által. Ez a nagyobb része a beküldött betegeknek, azonban egyre gyakrabban látjuk azt is, hogy a betegek maguk jelentkeznek vizsgálatra, mert hogy több helyen jártak már, és ők maguk úgy gondolják, hogy valahogy egy ritka betegség csoportjába kerülnek. Elhozzák az összes dokumentációjukat, hogy nézzük át, hogy esetleg tudunk-e tovább lépni a diagnózis pontosítása irányába. Legalább tudjuk, mivel állunk szembe, és ez a betegnek, aki évek óta bolyong, és nem tudja, mi baja, ez nagyon sokat jelent. Illetve az nagyon fontos, hogy ezeknél a betegeknél ezt követően jobban lehet a terápiás beavatkozásokat irányítani, hisz tudjuk azt, hogy vannak olyan eltérések, amiknél ilyen-olyan műtéteket például nem érdemes elvégezni, és felesleges beavatkozásoktól is meg tudjuk ezeket a betegeket így kímélni, hogyha pontos diagnózisunk van. Gábort gyermekkorában vizsgálták először a bőrén megjelenő elváltozások miatt. 21 éves volt, amikor a genetikai intézetben pontos diagnózist kapott. Ez a neurofibromatózis egyes típus. Volt ez a folt, ugye fájt a fejem, gyermekkorban beutaltak a gyerekklinikára, mindenféle vizsgálat, semmit nem találtak, mert a betegségnek a jelei a pubertás, illetve a később pubertáskor után jelennek meg, mert gyerekkorban csak ilyen bőrelszíneződés, úgymond kávéfolt jelenik meg, vagy születéskor ugye úgy születik a baba, hogy ilyen kávéfoltos elváltozás van a bőrén. Tehát egy anyajegynek tűnő nagyobb folt. A bőr alatt van egy-két ilyen kis csomócska, de ez a 10 darabtól a több 100 darabig is előfordulhat. Ha a betegségre alapjában egy gyógyszer nincs, gyógyítani nem tudják, hogyha olyan helyen nől ilyen dudor, ahol ugye problémát okoz, tehát agyban, látóidegen, hallóidegen, de bármilyen szerven is akadályozza a beteget, akkor műtéten meg tudják oldani ezt a problémát. Ez a kor, illetve az idő előre haladtával lassan minél nagyobb és nagyobb lesz. Öt akadályozza ez valamiben? Nem. Én teljesen normális életet élek. Volt csomó, amit kivettek. Évente eljárok kontrollvizsgálatokra, MR-re, szemészetre, nincs esetleg ilyen elváltozás. Ismer hasonló beteget? Mint igen, ismerek. Az emberek azért megosztják a tapasztalataikat, ugyanúgy, ahogy bármilyen betegek. Én úgy gondolom, hogy erről kellene beszélni, mert nagyon sok orvos nem tudja, hogy mi ez. Vannak szervezetek, minden ritka betegségnek szinte van szervezete, vannak összejövetelek, ugye évente van a ritka nap, ott ugye minden beteg szervezet megtalálható, ott lehet információt gyűjteni.
és információt gyűjtünk mi is önöknek, önökért, úgyhogy hallgassanak bennünket, és kérdezzünk együtt, hogyha van felmerülő probléma. Mert hogy itt van a stúdióban dr. Molnár Mária Judit, a Soter Ritka Betegségek Intézetének igazgatója, és csak a jó napot kívánok. Jó napot kívánok. Velünk van Csiznier Kovács Andrea, a Mentőv Információs Központ munkatársa. Kész csak. Jó napot kívánok. És dr. Pogány Gábor, a RIROSZ, azaz a Ritka és Vele Született Rendellenességgel Élő Országos Szövetségének elnöke. Köszöntöm. Én is szeretettel köszöntök mindenkit. Határozzuk meg a fogalmat először, főorvos azt, hogy mit jelent maga a ritka betegség? A ritka betegséget talán az előfordulási gyakoriságával tudjuk legjobban jellemezni. 2000-ből egy egyénnek van ritka betegsége, tehát nem embert jelent. A definícióban még hozzátartozik, hogy ezek a betegségek az életminőségét jelentős mértékben károsítják. Tehát van olyan is, hogy önálló életvezetésre nem is képes az illető? Igen, sok esetben, rokkantságot is eredményez ez a betegség. Írja is egy hallgatónk, neurofibromatózis, emelt családi pótlék jár nekünk, ahol lakom 20 ezeres városban, nem találkoztam még hasonlóval. Terhesség alatt jött elő a probléma. És gondolom, hogy nagyon sok élethelyzetben, fázisban dr. Pogány Gábor jelentkezik, amikor nem is hinnék, tehát ez egy ilyen alattomos dolog, arról szoktuk mondani, hogy a cukorbetegség, a daganatos betegségek sora, szóval ez is az? Hát abból a szempontból igen, hogy nagyon nehéz megtalálni a diagnózist. És az esetek többségében abból a szempontból mégsem nehéz, hogy ez már rendszerint születéskor, hát a 80%-a ezeknek a ritka betegségeknek az genetikai eredetű, tehát sok esetben már a születéskor kiderül, hogy valami nem stimmel, de mivel nincs elég információ ezekről a betegségekről, és ezért kevés a szakember, kevés a kutatás, kevés a gyógyszer, kevés az ellátás, ezért van nagy bajban a beteg, és ezért történik az meg, hogy van, amikor évtizedekig, nevezetesen akár 30 évig kering egy-egy egészségügyi rendszerben, nem csak Magyarországon, mire megkapja a jó diagnózist, és ami a legnagyobb gond, hogy közben kap egy csomó fals diagnózist, és ennek következtében fals kezelést, és hát ez pedig időt, sok pénzbe kerül. Hát sok pénz, meg sok időt veszítenek. Meg sok szenvedést. Ha nem haragszik Andreáról, ugye el lehet mondani, hogy érintett szülőként képviseli ugye a betegek ügyét. Igen. Én, ha jól tudom, 6 gyermeket nevelnek, egyikük nem Magyarországon, egyedüliként diagnosztizálták az úgynevezett DEND, lehet így kimondani a szindrómát. Mi ez, és hogyan jöttek rá? A betegség lényege az, hogy az egész szervezetben nem működnek a kálium-ion csatornák, és emiatt cukorbetegség és neurológiai tünetek összessége jellemzi, megkésett fejlődéssel kísérve. Az első, amit észrevettünk kisfiunkon, az az, hogy megállt a súlyfejlődése, akkor elég hosszas orvosjárás után a cukorbetegséget diagnosztizálták elsőként, akkor ezt külön elkezdték kezelgetni, mondhatni, hogy nem túl nagy eredménnyel. Ezek után vettük észre a neurológiai tüneteket, akkor azt megint elkezdték külön kezelgetni, és egyre rosszabb állapotba került a gyerek. És amikor már így nem volt vesztenivalónk, akkor tulajdonképpen egy véletlenem múlt az, hogy a jelenlegi kezelő orvosa egy konferencián hallott erről a nagyon-nagyon ritka genetikai rendellenességről, és az ő fejében összeállt a kép, hogy ez a két különböző szakterület okozta tünet, ez gyakorlatilag egy szindróma okozza. És akkor kezdődött meg a célzott kezelés, és értem, akkor vált jó állapotúvá a gyerek. Korunk betegsége? Civilizációs betegség? Minden esetre nehéz, ugye a diagnózis hallhattuk, ugye az iménti tapasztalatból is, meg az ember ugye olvas ezt, azt, és úgy utána néztem, nagy a köd. Persze az orvosoknál nem, mert hát hiszen ezért vagyunk itt, hogy beszélgessünk és eloszlassuk ezt a bizonyos ködöt, de ugye persze van a félsz, aztán van a sokkos állapotunk, ha valakiről kiderül, hogy hoppá, én is ebben, miért pont én, főorvos asszony. Igen, nagyon sokszor felvetődik ez a kérdés, hogy miért pont én, de ugyanez a kérdés sokszor felvetődik a gyakori betegeknél is. Én úgy gondolom, hogy nagyon fontos a ritka betegek számára, hogy a diagnosztika sokat fejlődött. Tehát korábban nem voltak olyan genetikai technológiák a kezünkben, amelynek a segítségével meg lehetett állapítani, hogy mely génekben és hol vannak ezek a hibák. Ma sokkal több betegséget ismerünk, és hogy az új technológia mennyire fejleszti a ritka betegségeknek a diagnosztikáját, azt nagyon jól példázza,
hogy amióta az új generációs DNS szekvenálás, tehát az új géntérképezésre lehetőség van, azóta évente több száz új betegséget írunk le. Tehát néhány évvel ezelőtt még azt mondtuk, hogy 6000 ritka betegséget ismerünk, és ma már azt szoktuk mondani, hogy 8000 ezeknek a ritka betegségeknek a száma. Nagyon sok, kimondva is. Nagyon sok, és ugye ezek korábban sok esetben gyakori betegség kategóriába kerültek, hiszen például, ha valakinek epilepsziája volt, sok esetben nem feltétlenül találta meg a kezelő orvos, hogy mi ennek az epilepsziának az oka, és ma már tudjuk, hogy például egy epilepsziának az oka is lehet egy gyakori variánsoknak az együttléte, illetve a környezeti tényezők hatása, illetve lehetnek ritka betegségek, ritka genetikai rendellenességek is. Tehát kicsit megváltozik az orvoslás, és a gyakori kórképekben is ritka kórképek fognak felismerésre kerülni. Értem. 0639665 az SMS szám, írjanak tapasztalatokat, kérdéseket, bármi, ami összefügg ezzel a témával, hát ha tudunk segíteni, mert hogy dr. Pogány Gáborék tényleg segítenek, ők is, a szövetség által, miben? Hát, ahogy már volt szó róla, a legnagyobb hátrányt a ritka betegek számára az az információ hiány okozza. Emiatt vannak a gyakori betegekhez képest hátrányban, és ezért hoztuk létre ezt a bizonyos mentő információs központ és segélyvonal szolgáltatást. Van ennek egy zöld száma? Zöld száma nincsen, mert sajnos egyenlőre a ritka betegek azok olyan nehéz helyzetben vannak, hogy őket kevésbé befolyásolja az, hogy van-e a környéken egy kórház, vagy az belekerül-e valami némi pénzbe, mert örömmel megy akár a világ végére is a végén, csak hogy találjon egy szakembert. Tehát mivel ez egy óriási heterogén betegség halmaz, odáig még nem jutottunk el, hogy zöld szám is legyen, egyelőre ez még pénzbe kerül sajnos, de minden esetre a cél az az, hogy ezt a hosszú diagnosztikai késedelmet ezt lerövidítsük, hogy a beteg minél hamarabb megtalálja a megfelelő helyet, ahol el tudják érdemben látni. A cél csoportja ennek a szolgáltatásnak, tehát legfontosabb természetesen maguk a betegek és a családok. A másik célcsoport a szakemberek, mert sok esetben a szakember, egyik szakember nem tudja, hogy a másik fajta szakember, aki szintén fontos szerepet játszik, hogy ő hol található. És a harmadik, megint csak fontos célcsoport, ők a döntéshozók. Tudnélik, a ritka betegek nem láthatók a statisztikai rendszereinkben, mert nincs úgynevezett BNO kódja, ez a betegségek nemzetközi osztályozása, és ennek következtében nincs is ilyen betegség az esetek többségében. Tehát mi most regisztrálni fogjuk tudni, hogy milyen betegek, milyen problémával jelentkeznek nálunk, hova mennek, mit próbálnak, és ezzel fogunk a döntéshozóknak is segíteni. Ez nagyon fontos, és Andrához szólna a kérdés, mert hogy nyilván sokan telefonálnak egyéb betegségekkel kapcsolatban, és ennek az összetévesztik, hát ez óhatatlan, hogy a stroke vagy szívbetegség esetén azt hiszik, hogy ez már a ritka betegség. Tehát nehéz rendet tenni a fejekben, lelkekben? Hát igen. Röviden igen. Nagyon sokan telefonálnak, akik valamilyen betegség kapcsán kétségbe vannak esve, és nem találnak ellátást, esetleg úgy érzik, hogy téves diagnózist kaptak, vagy a terápiával nincsenek megelégedve. Tehát nem csak ritka betegek telefonálnak hozzánk, de azt gondolom, hogy mindenkinek igyekszünk valamilyen szinten segíteni, tehát senkit nem szoktunk elzavarni, de azért azt gondolom, hogy a kompetenciánk elsősorban a ritka betegségekre szól. Hát erről igen, ugye ennek kapcsán szoktam mondani, hogy a mentőszolgálatnál is rengeteg telefonálás van, hogy influenzás a fia, és akkor jöjjenek ki a mentők. Hát nem, hát akkor házi orvos. Vagy hát egyáltalán orvoshoz fordulunk, nem mentőkhöz. Újabb SMS közben nézem az üzenőfalat, a testvéremék lánya lett Rett-szindrómás. Mindjárt mondjuk, hogy mi ez. A reményt vesztették el a pontos diagnózissal, de utána pontosan tudták, hogy mire számítsanak, főorvosasszony. Igen, a Rett-szindrómát genetikai vizsgálattal lehet igazolni, autisztikus vonásokkal rendelkező kislányok szenvednek ebben a betegségben. Tehát a tünet autisztikus, igen, de nem arról van szó, hanem egy... Ez egy szindrómás formája, igen, ez egy szindrómás formája ennek a betegségnek, hiszen nagyon sok kisgyermek szenved autizmusban, és ebben az esetben nagyon fontosnak tartjuk, hogy valamennyi szindrómás formát ismerjük meg. Ez fontos a család számára, mert tudja, hogy mi okozza a betegséget, és fontos számukra azért is, hogyha a következő gyermekvállalásban gondolkodnak, akkor esetleg meg tudják előzni egy ilyen beteg gyermeknek a megszületését. Értem. Sokszor elhangzik, hogy gyermek, kisgyermek, dr. Pogány Gábor, ennyire jellemző, hogy őket támadja meg hamarabb? Tehát vagy akkor derül ki jó esetben hamarabb, mint később felnőtt korban?
Hát az esetek zömében igen. A gond az az, hogy nagyon sok olyan gyógyíthatatlan betegség van, mint például a Rett szindróma is. Sőt, nagyon sok olyan van, akik nem így a Rett szindróma, hál' Istennek, akik viszont nem érik meg a felnőtt kort sem. Most ennek ellenére vannak olyan betegségek, amelyek viszont felnőtt korban manifestálódnak, kerülnek elő, vagy teljesednek ki. Ugye, bocsánat, úgy kell elképzelni, mint egy daganatos betegségnél, amit, hogy mindenkinek az a rémi, hogy fokozatosan leépül a szervezet, és aztán végébe következik a tragédia, ha csak nincs csoda, és meggyógyul. Ilyen is van. Van ilyen is, például a Huntington kór, amit a Dr. House-ból ismerős. Tehát ez például egy tipikus olyan, aminek olyan genetikai oka van, de felnőtt korban indul be, hogy úgy mondjam, maga a betegség. Különben pontosan ezért, meg azért, amiről Andrea beszélt, hogy most pillanatilag úgy tűnik, mintha nyakunkba vettük volna, vagy zúdulna az egész egészségügy összes baja, ezért próbálunk természetesen segítséget kérni a szakmától, ezért van a szolgálatői bizottsági háttere egyrészt, másrészt pedig szeretnénk lelkes, fiatal orvosokat is bevonni, akik időt, energiát szeretnének egy-egy ilyen nyomozást igénylő eset felderítésébe, és meg szeretnénk hirdetni a Dr. House hálózatot, és oda majd hívni minél több lelkes embert. Hogy hallgatom, hallom, nyilván van remény és konkrét segítségnyújtás, és ez az Andráéknál is igaz, gondolom. Tehát ugye őknek is nyilván szeretnének bevonni minél több szakembert, érintettet. Mert ez ugyanaz. Tehát a Rizosznak a szolgáltatása. Igen, csak abban a szolgáltatásban, úgy értem. Igen, oda. És ezért is fontos egyébként, hogy diagnózishoz jussanak a betegek minél hamarabb, hiszen adott esetben egészen más terápiát, más gyógymódot kell alkalmazni egy ismert diagnózis esetén, mint a külön-külön kezeljük a különböző tüneteket. Nekünk is van egy, úgy keveredtem én is bele, hogy van egy ritka beteg csemeténk, és addig az borzasztó volt, amíg tényleg a tünetegyüttes különböző tüneteit össze-vissza egymástól függetlenül kezelték, és ehhez képest valóban egy óriási sok, amikor az ember megkapja a diagnózist, egy genetikai diagnózist, és kiderül, hogy ebből a szempontból nincs remény, mert ez nem lehet gyógyítható. Ez sem igaz különben, mert szinte naponta van olyan monogénes betegség. De nem feltétlen halálos ítéletekről van szó. Nem. Ugye, csak hogy számolni kell azzal, hogy élete végig ezt a betegséget. És azzal is számolni kell, hogy olyan gyors a tudomány fejlődése, hogy egyre több valós okiterápia, gén manipulációval történő okiterápia fordul elő, tehát egyáltalán nem arról van szó, hogy minden reménynek vége lenne, és a másik pedig, hogy még ha nincs is, mert például a mi esetünk az ilyen poligénes, tehát sok gént érintő probléma, abban az esetben is az ember rákerül egy sínre, tudja, hogy mi fog következni, rengeteg segítséget. Megvannak az állomások, ugye? Igen, előre föl lehet készülni, a megfelelő fejlesztéseket lehet adni, tehát messze nem igaz, hogy nincs remény. Köszönöm. Főorvos asszonyhoz egy-két konkrét eset és kérdés is. Hallgatóink írják 0639666. A gyermekem kiüregedett a gyerekklinikáról, idézőjelben a Pécset kezelték NF2-essel. Most hova fordulhatunk? Mind a négy orvosi egyetemnek van egy szakértői hálózata. Az idén miniszter úr jelölte ki ezeket a szakértői központokat a négy egyetemen belül, és ahhoz, hogy valaki szakértői központi címet megkapja, vállalnia kellett, hogy a teljes spektrumát kezeli a betegségeknek, tehát nem csak a gyermekeket, hanem a felnőtteket is. Így én úgy gondolom, hogy a Pécsi Egyetemen belül a Pécsi Ritka Betegség Hálózathoz lehet fordulni a hallgatónak, és ők fognak segíteni, hogy a felnőtt gondozást is megkapja a gyermek. A Semmelweis Egyetemen egyébként 2012 óta létezik el a Semmelweis Egyetemi Ritka Betegség Hálózat, melynek az én intézetem a koordinátora, és 17 különböző klinikai intézet kapcsolódott ebbe a munkába, és azzal segítjük a ritka betegeknek az ellátását, ha valaki hozzánk fordul, mint koordináló intézethez, még abban az esetben is, hogyha nem a mi kompetenciánk, mert mi elsősorban központi idegrendszeri, perifériás idegrendszeri betegségekkel foglalkozunk, megtaláljuk számára a legmegfelelőbb orvost, tehát nem kell végigjárni a különböző klinikákat, hanem megtaláljuk azt a gondozóorvost, aki vállalja a diagnosztikán túl a terápiát is. Köszönöm. A sógornőm rendszeresen elájul, minden kapcsán vizsgálták már, de semmit nem találtak. Minden értéke egyébként jó, mit tegyen?
De ilyeneket kapunk ugye? Minden nap. Ez akkor ez jellemző, sajnos. Ez teljesen jellemző. Szóval mit tanácsoljuk a kedves hallgatóra? Hát ilyen esetben azt, egyrészt megpróbáljuk megtudni, hogy tényleg merre járt, és milyen kálváriát járt az adott ember eddig, és utána törjük a fejünket, hogy akkor számára még mi az, amit nem próbált ki. És elsősorban azt szoktuk mondani, hogy nem szabad föladni. Tehát mondom, hogyha itt évtizedes diagnosztikai késedelemről van szó, erre föl kell készülni, erre idegileg és mindenféle szempontból türelmesnek lenni, és egyszerűen menni kell tovább, és ki kell próbálni a következő állomást, mert óhatatlanul, hát ahogy Andrea is mondta, egyszerűen beugrik valakinek. De mondja is, Andrea, hogyha beugrott valami, nyugodtan. És onnantól kezdve megvan a diagnózis. Egyszerűen menni kell, és nem szabad föladni. Igen. Állam egymásra néznek itt közben, és mosolyognak, és edzetelnek, és beszélgetnek. Szóval látszik, hogy rettentően jó a kapcsolat, és kell is jó legyen, hiszen közös az érdek, ugye, betegeket, hozzátartozókat vigasztalni, ha kell, ha lehet gyógyítani. Kérdezi egy hallgató főorvosasszonyhoz, lenne akkor talán a kérdés. A medulloblasztóma, remélem jól olvastam, Ritka, betegségnek számít, kérdezik. A medulloblasztóma egy központi idegrendszeri daganatos betegség, amelynek a prevalenciája elsősorban gyermekkorban jelentkezik, és a ritka és a gyakori kórképek határán van. Uh-huh. Tehát elméletileg ritkának is kezelhető, ez azon múlik, hogy milyen formája a medulloblasztómának. Értem, köszönöm. De idegsebészeti betegségről idegsebészeti. Jó. Igen. Sok, rengeteg kérdés lenne még hallgatói is, meg saját is, de hát az órára nézve látom, hogy 3 perc múlva itt a krónika ideje, talán egy kérdés, vagy egy hír. Mégpedig, igen, itt lobogtatja dr. Pogány Gábor. Nagyon fontos, lesz egy nap. Így van, az idén is lesz a Ritka Betegségek Világnapja, amit november 27-én rendezünk a Mezőgazdasági Múzeumban, a Vajdahunyad várában, és oda sok szeretettel várunk mindenkit. Ugyanolyan sokrétű program lesz, tehát szakmának, szórakoztató programok, családoknak, stb. És lehet sorstársa kacakemberre is találni. Ez a lényeg. Megbeszél. És még egyet engedjen meg, mert ez nagyon fontos információ. A Mentőfnek van honlapja is, mentof.riros.hu. Köszönöm, legyen ez a végszó, hogy itt jártak nálunk. Mindjárt krónika napközben.